A Batruk Kőrös Kanizsán 5. alkalommal immár idén megrendezi az 5. Astrofest július 23-án és 4-én. Ez a rendezvényünk már hagyományosnak mondható, és nemzetközivé is vált az elmúlt 5 év alatt, amelynek keretein belül ugye két napon át tart, 23-án, július 23-án és 24-én. Ez a két nap alatt pörkölt főző, halászléfőző és halpaprikás főző versenyekre kerül majd sor. Annyit még el kell, hogy mondjak, hogy az idén új helyen kerül megrendezésre ez a rendezvény, mivel eddig a kanizsai strandon voltunk, most az idéntől kezdve a Potisje régi nyaralója helyén, amit a Gasztroklub Kőrös hozott helyre az idén, itt tartjuk a versenyeinket. A 23-án, július 23-án első napunk, a szombati napon a pörkölt főzésre kerül majd sor. Itt 8 órakor kezdődnek a versenyzők bejegyzései, ahova szeretettel várunk mindenkit. Tehát 8 órakor kezdődik a gyülekező, 9 órától kezdődik majd a pörkölt főző verseny. 13 óráig tart, tehát 4 óra hosszát kapnak a versenyzők majd a pörköltek elkészítésére, és 13 órától indul majd a zsűrizés, tehát a mintavételt akkor kezdik meg a zsűri számára. És körülbelül 15 óra tájékán várjuk az eredményhirdetést. A 24-én vasárnap pedig sor kerül a halászlé és a halpaprikás főző versenyre. Itt szintén 9 órára várjuk a versenyzők gyülekezését. 10 órakor kezdjük a halosztást, tehát itt tudni kell azt, hogy nálunk élő halat osztunk a versenyzőknek. Tehát 10 órától 11 óráig a versenyzők az élő hal pucolását, előkészítését a főzésre kapnak egy óra hosszát. És 11 órától indul a halászlé és a halpaprikás főző verseny is. Ez is 13 óráig tart, ugyanúgy, mint szombaton. 13 órakor indul a mintavétel a zsűri számára, és itt is 15 órától várjuk az eredményhirdetést. Na most a nevezési díjakról annyit szeretnék elmondani, hogy szombati napon, tehát 23-án a pörkölt főző versenyre a nevezési díj 3000 dinár, a vasárnap pedig a halásztére és a halpaprikásra pedig 2000 dinár. Amit a szervezők biztosítani tudnak, tehát a tűzifát adjuk ebben a nevezési díjban, asztalt, padot 8 fő részére, tehát minden versenyző kap asztalt és padot, amit 8 fő részére tudunk biztosítani, valamint a versenyző biztosítsa a saját magának, tehát ő hozza magával a fűszereket, sátrat, napernyőt és a különböző kellékeket még a főzéshez. Na most a két nap alatt különböző kísérő programokra is sor kerül majd itt a verseny alatt. Lesz kancsikás bemutató, vagyis ostorcsaptoktatás, valamint íjász bemutató, amatőr íjászaink is bemutatkoznak itt a rendezvények alatt, ahol ki is lehet, a nagy közönség ki is tudja próbálni a régi íjak használatát. Valamint különböző kirakodó vásárosok lesznek, kürtőskolástól kezdve, és a boltmosdáson keresztül minden. Mind a két nap zenekar fog muzsikálni élőben fent a színpadon, ez pedig a Csaba Duó lesz innen Kanizsáról. És ami újdonság az idén először, amit el kell, hogy mondjak még, hogy este 10 órától pedig retro partit tartunk itt lent a kempingbe. A 70-es, 80-as évek legnagyobb zenéivel, amelyre szeretettel várunk mindenkit, 150 dináros áron a belépővel. A zenét DJ Cino fogja szolgáltatni Szegedről, és ez este 10 órától fog tartani hajnal 2-ig. Én szeretettel várok mindenkit a Kőrös Gasztroklub nevében is, és várjuk a jelentkezésüket. Köszönöm szépen. Hány kiló húst főzhet? Jó, bocsánat. Bocsánat. Négy. Bocsánat, ez igaz, mert elmaradt. Mehet? A pörkölt főzésen a versenyzők kapnak 5 kiló húst, ami el lesz készítve a főzésre, össze lesz darabolva, a halászlén pedig a 3 kg halat kap minden versenyzők.